folytatásban megpróbálunk röviden egy relatív hosszú időszakot úgymond felvázolni önöknek. Hát azzal semmi jött nem mondok, hogy turnézott az Osono, talán most csak annyi az új, hogy Európában és nem mondjuk távol-keleten, viszont szerintem onnan kapaszkodjunk bele a témába, hogy a srácok megint egy bő egy hónapos kiszálláson voltak, amely kiszállás során voltak például Nagyváradon vagy Nagykárolyban, de jártak Magyarország másik végén Szolnok környékén, és közben Salzburgban, meg Nozban, vagy remélem egyáltalán jól mondom ezeket a neveket, szóval itt megint körbejártátok fél Európát, az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című produkcióval, amely ime töretlen sikereket arat, bárhol megjelenik, mert olvasom a különböző nézői, látogatói véleményeket, és mindenki hát, pozitívan beszél rólatok. Misi, hogy tudtok ennyi helyre eljutni? Most nem arról beszélek, hogy autó és kellékek és a többi, nem egyáltalán honnan van nektek ennyi meghívásotok? Fazakas Misi egyébként stúdiónk vendége. Szép napot mindenkinek! Hát gyakorlatilag nekünk egy ilyen turné abból indul ki, hogy van egy nagy meghívásunk, most ez abból indult ki, hogy a Varese Rotary Club meghívta az előadást a jótékonysági estjére, és akkor innen a következő lépés az, hogy útban ehhez a helyszínhez, illetve majd hazafele megpróbálunk magyar közösségeket felkeresni, akiknek hát eljátszanánk az előadást, és interneten rájuk keresünk, és vagy a régebbi meghívásoknak teszünk eleget, vagy pedig ez az internetes módszerrel tulajdonképpen összejönnek ezek a helyszínek, és gyakorlatilag mi nem tudjuk, hogy ez egy hány hetes turné lesz, hanem amikor aztán a végén ránézünk, kiderül, hogy most ez így 5 hét. Most az volt az új, hogy Dániában is felléptünk. Mi voltunk tavaly előtt egy fesztiválon, de tulajdonképpen magyar közösség számára nem játszunk Dániába, és ez egy hatalmas élmény volt. Na most ez a darab, ez hát mozgásszínházi darab, de van próza benne. Van persze, olyan fele-fele azt szoktuk mondani. Mit csináltok ilyenkor? Magyarul játsztok? Mi mindig magyarul játszunk, és feliratozva van az adott országnak a nyelvén. Na most, aki még nem látta ezt a darabot, az csak képzelődhet, aki meglátta, az tudja, hogy miről beszélek. De egy eléggé komoly tükör a jelenlegi társadalom, gazdasági, politikai, társadalmi szférájának. Gyakorlatilag fiatalok, vagy akár úgy is fogalmazhatnak, hogy gyerekek szemén keresztül mutatjátok be, hogy milyen is 2012, 13 vagy 14 Romániája. Az előadásnak mondjuk az egy erőssége, hogy aktuális, tehát hogy vannak benne bizonyos számadatok és jelenségek, és ezeket mindig aktuális adatokkal próbáljátok alátámasztani. Ezért mondom, hogy 2012 magasságában született az előadás, ha jól emlékszem, és hogy mindig frissítitek. Na most ez még számunkra is megdöbbentő, amikor ezeket a számokat viszont látjuk. Most el tudom képzelni, hogy egy dán közönség, hogy viszonyul ehhez. Hát egyrészt megdöbben, mert valóban a számok azért magukért beszélnek, viszont a számokon túl az előadásban ugye beszélünk a gyerekek helyzetéről, arról, hogy családok szétmennek, az elmagányosodás, hogy a fiatalokat magukra hagyjuk, és nem nagyon kínálunk alternatívákat. És meg kell mondjam, hogy ezek a témák Dániában is jelen vannak, és nagyon ismerősek. Tehát minden előadás után mi közönségtalálkozót tartunk, beszélgetünk mindarról, ami a nézőkben feljön az előadás nézése kapcsán, és hihetetlenül jó beszélgetéseink vannak tulajdonképpen arról, hogy mi lenne az állam feladata, egyáltalán mit kezdünk azzal a rendszerrel, amikor az államra nem számíthatunk, és valahogy nekünk kellene kitalálni az életünket, mit tudunk kezdeni azzal, hogy egy nagyon változó mozgásban lévő világban vagyunk, és hogyan kellene a fiataljainkat neveljük, akár egy tanügyi rendszeren keresztül, akár a családokban, hogy azért ebben a világban valahogy megtanuljanak közlekedni, de hát hogyan is tudnák a felnőttek erre ránevelni, mikor a felnőttek egy régebbi típusú, egy, hát nem tudom, kényelmesebb rendszerben éltek, és akkor emiatt rengeteg feszültség van, és a társadalomban, és erről nagyon-nagyon jó beszélgetések vannak a generációk közti különbségről, arról a szakadékról, ami most a felnőttek és a fiatalok közt van. Tehát ezeket azért soroltam fel, hogy lényegében ez nem csak kimondottan a romániai, vagy kelet-európai, vagy posztszocialista jelenség, hanem azért ez a gazdaságilag nagyon jól működő országokban is azért mélyen benne van.
Tehát gyakorlatilag körbejártatok megint fél Európát is, kimondhatjuk, hogy az, ami itthon tapasztalható, más társadalmakban is valamelyest visszatükröződik az arcokon. Így van, visszatükröződik az arcokon. Persze az kétségtelen, hogy például Dán egy nagyon érett társadalom, tehát valami olyan szinten merülnek fel dolgok, ami azért nagyon szimpatikus. Ahogyan mondjuk az állam viszonyul a civil kezdeményezésekhez, az egyesületek, alapítványok beindításához. Hát érdekeséképpen mondom el, hogy az állam minden bejegyzett egyesületet támogat, hiszen úgy gondolja, hogy az állam a tevékenységét az egyesület kiegészíti, és ezért mondjuk egy induló tőkét ad, ami 4000 euró, hogy segítse, hiszen azt mondja, hogy ő nem tud mindenre figyelni, tehát ezekre az egyesületekre, civil szervezetekre szükség van, hiszen közösen teszünk bele valamit az országunkba. És ez már egy érett gondolkodás, ez azért idehaza még mindig hiányzik. Hát igen, persze ezen a hiányosságon kívül van még más rengeteg hiányosság, amely pont ebben az előadásban szó szerint visszatükröződik. Mi történik veletek tavasszal a következő periódusban? Gyakorlatilag mi most egy nagyon nagy projektre készülünk, megnyertünk egy Határtalanul nevű pályázatot, és Magyarország legjobb drámatagozatát látjuk vendégül. Ugye ez a Plugor Sándor Művészeti Líceumban működő drámatagozattal egy közös projekt, úgyhogy tulajdonképpen március 11 és 15-e között 33 szentesi drámatagozatos diák, meg 4 tanár fog ide eljönni. Az alapkoncepció az volt, hogy a magyarországi fiatalok tapasztalják meg, hogy mondjuk mit jelent március 15-e Székelyföldön, mit jelent Sepsiszentgyörgyön, tehát az eseményekbe bekapcsolódunk. Lesz egy nagy happening pont 15-én a fiatalokkal, megpróbáljuk keresni, hogy a fiataloknak mit jelentett 15-e. Aztán innen tovább menve a fesztiválok hónapja lesz, egy pécsi fesztiválra hívtak meg bennünket, aztán Olaszországban leszünk egy fesztiválon, vagy visszafele Kecskeméten. A Kecskeméti azért fontos, mert egy olyan fesztivál, amelyre a Magyar Színművészeti Egyetemek előadásait hívták meg, és a szervezők úgy gondolták, hogy a mi előadásunk is méltó arra, hogy ide meghívják, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos visszajelzés. Úgyhogy hát ez a március, áprilisban pedig egy svédországi meghívásnak teszünk eleget, és ami a nagy öröm, a napokban jött a meghívó a májusi marokkói nemzetközi színházi fesztiválra. Május 12-én Szafiban fogunk játszani, és hihetetlen nagy izgalomban vagyunk, hogy vajon hát Afrikában az emberek mit tudnak kezdeni ezzel az előadással, milyen találkozások fognak kialakulni. Ráadásul, ha jól emlékszem, akkor ez a marokkói fesztivál egy a zsűri, illetve a szakma szempontjából is egy fontos fesztiválnak tekintendő. Nagyon fontos, a Monaco után az egyik legfontosabb. Monacóban látták a marokkói fesztivál igazgatók, és hát meghívtak, és ez így jó tulajdonképpen. Hogy pontot tegyünk a beszélgetés végére, én úgy látom, hogy minden a régi, azaz, hogy sokkal ismertebbek vagytok, sokkal többet játsztok Szentgyörgy határain túl, mint itthon, ez egy ilyen kietlen, kegyetlen állapot, és mégis utolsó kérdésként, itthon mikor láthatjuk legközelebb ezt az előadást? Itthon márciusban fogunk játszani, hiszen mi elkezdtünk egy iskola projektet, ami arról szól, hogy iskolákban osztályokat keresünk meg, őket hozzuk el az előadást egy osztályfőnöki órán, és majd akár egy következő osztályfőnöki órán beszélgetünk ezekről a témákról. Tehát amennyire lehet, mi itthon is folytatjuk a projektjeinket. Persze kétségtelen, hogy ott jönnek létre projektek, ahol azért pénzt tudnak adni a megvalósulásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Misi. A Fazakas Misit, az Osonó színjátszó műhely vezetőjét hallhatták. Gratulálunk az idei eredményekhez. Hát így gyakorlatilag 2 hónap alatt lerendeztetek egy egész évre szóló előadássorozatot, és még csak a legelején tartunk, úgyhogy azt hiszem, hogy most úgy fogalmazik divatos szóval, hogy idén is überreléltek magatokat, azaz meghaladjátok a saját géniuszotokat. Hát Isten adja, hogy így legyen, mert ez a cél. És köszönjük szépen, hogy viszitek Sepsiszentgyörgy hírét hát a világ számos szegletébe, ahol esetleg nem is hallottak arról, hogy vannak erdélyi magyarok, vagy hogy van erdélyi magyar színjátszás. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önöknek is a figyelmet, most reklámok következnek.